Több százan vettek részt idén is a negyedik éve csomagkörösön megrendezett Székfest Szabad Egyetem előadásain és koncertjein. Az idei rendezvény központi témája Székelyföld brandjének építése volt. Több mint 6000 érdeklődőt vonzottak idén csomagkörösre a Székfest Szabad Egyetem programjai. A többségében fiatal résztvevők egy része a fesztivál diákolimpiás játékaiba is aktívan bekapcsolódott, amelynek a témáját Székelyföld brandje képezte. Idén a Székfest brand a lelke mindennek mottóját viseli, és igyekeztünk a mottó köré kialakítani a közeleti előadásoknak és a koncepcióját. Olyan előadókat hívtunk meg, akik a Székelyföldön példaértékű szakmaisággal rendelkeznek. A fiatalok nagyon kreatívak voltak, számos jó ötlet született, több olyan értéket sikerült beazonosítani, amelyekre építeni lehetne. Tamás Sándor, Kovászna megyei tanácselnök szerint a régió elsősorban politikai brandet képez, akár szereti valaki, akár nem Székelyföldet. Meggyőződésem, hogy Székelyföld mindenek előtt politikai brand, most is és az elkövetkező időszakban még inkább azzá válik, hiszen úgy látjuk mi, hogy az elkövetkező 10 évben mind Budapesten, mind Bukarestben Székelyföld fel fog értékelődni. A háromszéki szabad egyetemként ismerté vált Székfest évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend, mondja Grüman Róbert, a Kovászna megyei tanács alelnöke. Több érdekes előadáson vehetnek részt a fiatalok, a brandépítésről beszélgetünk, és az a célunk, hogy ezek a fiatalok, akik itt vannak, aktívan bekapcsolódjanak a jövő alakításában. Fontos, hogy évről évre ez a rendezvény több résztvevőt vonz. A rendezvényen a politikai témák mellett gazdálkodási lehetőségekről is szó esett. Szombaton családi napot tartottak, esténként koncertek zajlottak.